Fogyasztható Gyergyószent Miklóson az ivóvíz. Újabb bemutatóra készül a Figura Stúdió Színház, a Kommunizmus története elmebetegeknek című előadást szombaton játsszák. Pilinszky János műveiből tartották idén a felolvasó maratont a Gyergyószent Miklósi Városi Könyvtárban. Hírek a Fénytelevízióban február 23-án kedden. Jó estét kívánok! Iható a Gyergyószent Miklósiak vize. A szolgáltató naponta végez méréseket és megteszik az óvintézkedéseket, hogy szó szerint is tiszta víz kerülhessen a fogyasztók poharába. 2020. decemberében megtartott tanácsülésen jelezte a Gyergyószent Miklósi Hővíz és Csatorna Szolgáltató Közmű vezetője, hogy egy újabb szűrőberendezésre lenne szükségük, hogy kellő minőségű ivóvizet tudjanak szolgáltatni a városban. A szolgáltató kommunikációs munkatársai által tartott sajtótájékoztatón kiderült, a szükséges berendezések megérkeztek, a régieket kitisztították, és folyamatosan méréseket végeznek annak érdekében, hogy jó minőségű vizet tudjanak szolgáltatni. Hát az alumínium értékek, illetve a magas alumínium értékek azok a nem megfelelő szűrőberendezések, illetve az elhanyagolt takarítási, tisztítási munkálatoknak a következményei voltak. Ez folyamatosan zajlik. Újra a derítőket kitisztítottuk. Kicseréltük a homokágyakat, és jelenleg is beszereltünk egy olyan szűrőberendezést, amely hamarosan üzembe lesz helyezve, ami ugyancsak fog segíteni a vízminőség javításába. Azon kívül a nyersvizet, a kezelt vizet óránként különböző vizsgálatoknak vetjük alá, ugyancsak hetente más vizsgálatok és havonta is különböző vizsgálatokat hajtunk végre. Ez a zavarosságot, a mikrobiológiai vizsgálatokat, a különböző fémek előfordulását értjük ezzel. Ennek ellenére sokszor hallhattunk olyan problémákról, hogy sáros, koszos víz folyik a csapon. Ez leginkább a régi csövekben lévő lerakódásoknak tudható be, vagy egy esetleges csőtörés, esetleg a vezetéken végzett javítási munkálat lehet az oka. A víz minőségét nem csak a szolgáltató méri, hetente a tiszti orvosi szolgálat is méréseket végez. Ugyanakkor a cégnek két akkreditált laborral is szerződése van, akik havonta ellenőrzik az ivóvíz minőségét, nyilatkozta a szolgáltató cég kommunikációs szakembere. Elfogadta a kormány hétfő esti ülésén a 2021-es államháztartási törvény és társadalombiztosítási törvénytervezetének végső formáját, amelyet a törvényhozási tanács jóvá hagyott. Ludovik Orbán képviselőházi elnök, a Nemzeti Liberális Párt elnöke korábban kijelentette, hogy a törvényhozási tanács ezen a napon hagyta jóvá a tervezetet, és úgy szabályszerű, ha ezt követően a kormány hivatalosan is elfogadja a jogszabályt, még akkor is, ha nem történt módosítás a szövegben. Az államháztartási törvény, illetve a társadalombiztosítási törvénytervezetét várhatóan kedden küldik tovább a parlamentnek. A kormány ugyanakkor jóváhagyta azt a határozatot is, amellyel gyakorlatba lehet ültetni a sürgősségi kormányrendeletet, amely révén pénzt utalhatnak át a bérgarancia alapból a csődeljárás alatt álló Hunyad megyei energetikai komplexumnak a bányászok elmaradt bérének a kifizetésére. A Székely Gazdák Egyesülete szervezésében a gazdafórumok során az érdeklődők a biotermeléssel kapcsolatos ismereteiket gazdagították. A szervezők szerint a családi kis gazdaságok fennmaradásának és sikerességének egyik záloga lehet a biotermelésre való áttérés. A székelyföldi gazdák számára jó lehetőséget kínál a biogazdálkodásra való áttérés, amelynek segítségével jobb minőségű és kedvezőbb áron értékesíthető termékeket állíthatnak elő. A biotermeléssel kapcsolatos ismeretekkel gazdafórumok során ismerkedhetnek meg az érdeklődők a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének szervezésében. Nagyon jó szakembereink vannak, akik egyrészt elmondják, hogy milyen aktákat kell összerakni, minek, hogy kell azokkal végigmenni, illetve végig is megyünk a gazdával, tehát összerakjuk az aktacsomóikat, elviszük a mezőgazdasági igazgatósághoz, a kifizetési ügynökséghez, illetve hát keresünk egy olyan tanúsító szervezetet, akivel szerződést tudnak kötni, és hát el tud indulni az átállási időszak. Párhuzamosan persze az adott ágazatban tudjuk, a falugazdászaink tudják
hogy melyek azok a szabványok, aminek meg kell felelni, tehát milyen állatjóléti előírások vannak, a növénytermesztésnél milyen növényvédelmi előírások vannak. Bece István szerint a családi kisgazdaságok fennmaradásának sikerességének egyik záloga lehet, ha áttérnek a biotermelésre, ami által értékesebb terméket tudnak előállítani, hatékonyabban gazdálkodhatnak és megmaradhatnak az ágazatban. Székelyföldön a mezőgazdaságban az állattenyésztésnek van a legnagyobb szerepe, így elsősorban ezen a területen történtek eddig előrelépések a biogazdálkodás megerősítése érdekében. Magas értékű élelmiszert kell előállítani, és hát a bio az egyik ilyen, és azért fontos a bio vonal, mert több támogatás jelent, könnyebb elérni magasabb eladási árat, és könnyebb megmaradni kisgazdaságként. Ugye Székelyföldön több mint 45 ezer kisgazdaság van, aki úgymond a mi látókörünkben van, és hát ezeknek igyekszünk segíteni. A biogazdálkodást lehetőségként egyfajta kitörési pontként kívánja bemutatni a Székelyföldi Gazdák Egyesülete által indított Bio Székelyföld program, amely magában foglal tájékoztató segítségnyújtó tevékenységeket. Emellett igyekeznek az értékesítésben is támogatást nyújtani az érintett gazdáknak. Felmérik, hány medve van Romániában 6 év semmittevés után, szögezte le Táncos Barna. A környezetvédelmi miniszter hétfői Sepsiszentgyörgyi látogatásán állatvédőkkel, gazdákkal, vadászokkal és önkormányzati képviselőkkel egyeztetett a medve problémáról. Táncos Barna szerint 5 éven keresztül a teljes semmittevés jellemezte medveügyben a minisztérium munkáját, most ebből kell kibillenteni. Eddig mindössze annyi beavatkozás történt, hogy a problémás medvéket kiemelték, áthelyezték vagy kilőtték. A környezetvédelmi miniszter szerint az önkormányzatokra hárul a feladat, hogy az emberek biztonságát szavatolják, az elpusztult vadak tetemét saját költségen kell megsemmisítsék. Táncos Barna szerint elfogadhatatlan, hogy a balesetben megsérült vadakat órákon keresztül hagyják szenvedni, mert Bukarestből meg kell várni a jóváhagyást. Másrészt csendzónákat kell kialakítani, a medveállomány minőségét és számát fenntartható szinten kell tartani, sorolta a feladatokat a miniszter. Ismét bemutatóra készül a Figura Stúdió Színház. Ez idén már a második új előadás, amit láthat a közönség. A januári Boldogtalanok után szombaton a Kommunizmus története elmebetegeknek című ironikus vidám darabot viszik színre. A bemutatóra minden jegyel kelt, de márciusra lehet helyeket foglalni. Egy év után ez az első olyan próbafolyamat, ami a tervek szerint halad, és egy régebbi álom valósul meg, hogy Zakariás Zalán rendez Gyergyó Szent Miklóson, emelte ki Albu István, a Figura Stúdió Színház igazgatója. A rendező nem először választotta Mátej Visnyek darabját. Nagyon ironikus és egy nagyon humoros történet arról a periódusról, a kommunizmusról, amit ugye a mi nagyszüleink, a mi szüleink eléggé megszenvedtek, meg hát tulajdonképpen egy feloldásnak szánom, és mindenkinek szól. Most a 17 éves diákok benne vannak a darabban, és nagyon tudnak kacagni, derülni rajta. Teljesen más dolgok érdeklik minket, mert egy más generáció, de szerintem ez egy olyan vígjáték, ami a 12 éves kortól a 90 éves korig bárkinek ajánlott. És hát elsősorban mindig azt szeretem a színházban, hogyha derűvel tudunk kezelni bármit, hogyha derűvel tudunk megjeleníteni bármit, és hát ez nem csak a kommunizmusról szól, hanem egy folyamatos rendszerről és egy folyamatos rendszer elleni szabadságkeresésről szól, és arról, hogy az ember tulajdonképpen miben és hogyan találja meg boldogságát, örömét, szabadságát. György Eszter jelmeztervező elmondta, hogy egyszerű eszközök szolgálják a darabot, amelyben két pólusra szakad a járvány. Egyrészt a puritán racionalizmus, másrészt egy kavalkád jelenik meg. Dávid A. Péter egy fiatal írót játszik a darabban. Szerinte a kommunizmus még mindig egy tabu téma Erdélyben, itt a trauma feldolgozása még várat magára. Az előadás tele van humorral és játékkal. Ha nem így lenne, akkor emészthetetlen lenne a produkció, amelyre a reakciók korosztálytól függően eltérőek lehetnek.
A színészek több szerepet alakítanak, és szabadon marad a kérdés, hogy ki is az őrült a történetben. Jól dolgoztam a társulattal, és egy nagyon kompakt, nagyon erős kicsi társulat. Én nagyon-nagyon hiszek az ilyen kis társulatokban. Nagyon-nagyon sokszor dolgoztam ilyen kisebb társulatokkal. Itt Gyergyóban most dolgozom először, de ez egy nagyon-nagyon szép élmény, olyan, mintha hazajönnék, mintha már 10 éve itt dolgoznék, tehát hogy ismerjük is egymást, nem igaz, hogy teljesen ismeretlen ez a társulat számomra, de dolgozni most dolgozunk először, de egy nagyon-nagyon szép élmény, és egy nagyon feltölt, meg motivál minden egyes próba, minden egyes eltöltött perc velük, és én nagyon-nagyon de reménykedem, meg előre látom azt, hogy egy olyan előadást sikerül csinálni, amit mindenki nagyon szeret, ők is. Mert én hiszek abba, hogy egy előadás akkor lesz igazán jó, hogyha a színész nagyon szereti azt. A Franciaországban élő Matej Visnyek szeretett volna eljönni a bemutatóra, de a koronavírus járvány és a karantén kötelezettség miatt nem tudta vállalni az utazást, ellenben remélik, hogy lesz még lehetőség arra, hogy a műszerzője Gyergyószent Miklósi színpadon láthassa a darabot. Ha föloldódik ez a probléma, nem lesz Franciaország karantén alatt, akkor 100%. Tehát, hogy na, jól értettem, akkor azt ígért az igazgató, hogy ősszel szeretne megint egy fesztivált, kollégiumot, ahol lenne egy mini évad, és akkor a darab felújítódna, és akkor meghívnánk a szerzőt is erre az eseményre. És hát ő nagyon nagy szeretettel jönne most is, tehát hogy folyamatosan beszélek vele, küldtem fotókat próbákról, meg nagyon drukkol, meg már azt mondja, a fotókból látja, hogy milyen lesz, el tudja képzelni, és nagyon örvend annak, hogy ez a darabja. Nem egy lerágott csont ez a darabja, tehát hogy nem sokszor volt ez bemutatva színevűve. Ez a román szakma fele is egy piros pont, vagy egy jó ütőkártya, viszont a magyar szakma fele is egy teljesen ismeretlen szöveg, egy olyan, ami esetleg fölkelti az érdeklődést határon túl is. Az előadás üzenete, hogy egyetlen lehetőség a túlélésre a játék, a derű. A lélek csak akkor tud igazán fellélegezni, ha van öröm. Ezt erőltetik a darabban az emberek, és ez tartja őket életben. A bemutatót követően március 2-án és 20-án játsszák az előadást. A Gyergyószent Miklósi Városi Könyvtár idén is csatlakozott a felolvasó maratonhoz. A 13. felolvasó maraton keretében Pilinszky János alkotásai hangzanak el, a szerző születésének 100. és halálának 40. évfordulója alkalmából. A felolvasó maratonnal nyitott igazán a nagy közönség előtt a Gyergyószent Miklósi Városi Könyvtár, nyilatkozta az esemény kapcsán Vince Csilla könyvtárigazgató. Miután eddig csak a könyvtár kölcsönző részlege működött, illetve kutató munkára lehetett könyvtárban tevékenységet folytatni, most a 13. felolvasó maratonnal a nagy közönség előtt is megnyílt a kulturális intézmény kapuja. A járványügyi korlátozások szigorú betartása mellett került megrendezésre az esemény, mellyel idén Pilinszky János munkássága előtt tisztelegnek. A Városi Könyvtár most nyitott igazából a közönség fele hagyományos értelemben, mert könyvet kölcsönözni folyamatosan lehet, kutatók is bejöhetnek az olvasóterembe, viszont ez a felolvasó maraton volt az első olyan, ahol tényleg csoportosan vártunk gyerekeket elsősorban. A Gyergyószent Miklósi Városi Könyvtárban már hagyomány, hogy csatlakoznak a megyei Kájoni János könyvtár által elindított felolvasó maratonhoz. Igen, egy kicsit meg voltam ijedve, hogy mi lesz most így a vírusjárvány idején, de 600-an csatlakoznak idén Nagyvárosi Könyvtáron keresztül. Minden iskolát sikerült megszólítani, és a Szent Erzsébet öreg otthonban is olvasnak Pilinszky verseket, Pilinszky írásokat ma, mert Pilinszky János a választott szerző, a kettős évfordulónak köszönhetően idén van halálának 40. születésének 100. évfordulója, és hatalmas az az örökség, amit ránk hagyott. Tehát Pilinszky János írt a gyerekeknek és az aggasztjánoknak és a közötte lévő mindenféle korú és mindenféle foglalkozású embert képes megszólítani. Sokan azt gondolják, hogy nagyon
magaslatokban röpít bennünket, és ez valóban így van, de az nem jelenti azt, hogy nem közérthető a mesé, például bár versbe szedettek többnyire, de igenis nagyon kedves mesék, és olyan mélységük van, mint a népmeséknek, hogy érthető a gyerek szintjén, az egyszerű történések szintjén, de van nagyon mély üzenete is, amit érdemes kihámozni, és ugyanígy a többi írásának is. Tehát, hogy ezért nem lehet megunni, ezért elfogyaszthatatlan, kimeríthetetlen, mert ha előveszünk egy verset, lehet, hogy megszólít belőle most valami, és lehet, hogy 2 év múlva, 3 év múlva másokkal másképp fogjuk értelmezni ugyanazokat a sorokat. Pilinszky azt írta, hogy az ember szeretetre született, nem azt írta, hogy a kiváltságosok születtek szeretetre. Tehát azt gondolom, hogy ő mindenkinek írt, és ismerte jól az embereket, akiknek írt. A február 23-ai olvasómaraton részeként délelőtt egy-egy osztály váltotta egymást a Gyergyószentmiklósi városi könyvtárban, de a szervezők azt szeretnék, az ilyen rendezvények által, ha szikrát gyújthatnának az érdeklődőkben, jelen esetben Pilinszky János sokszínű munkássága iránt. 9 órától 1 óráig óránként jön egy-egy osztály, csak egy-egy osztályt lehet a járványhelyzet miatt fogadni, és hát utána felnőttek. Szabadon ki, amikor tud. A Szent Erzsébet öreg otthonban is olvasnak ma délelőtt, de én azt szeretném, hogy ha kinyílna a világ, és ha otthon is olvasnának az emberek. Tehát a kulturális intézmény csak közvetítő lehet ezekben a dolgokban, de én el tudom képzelni például azt, hogy egy kézi munka körben összegyűlő asszonyok, vagy akár szomszéd asszonyok összegyűlnek valamit beszélgetni, miért is ne olvashatnának, akár egy napló részletet, vagy egy bibliai értelmezést Pilinszkytől, vagy akár egy verset, vagy egy férj üzenhet a feleségének Pilinszky soraival. Tehát, hogy ez annyira jó lenne, hogyha műveltség valóban az életünk része lenne, mert ez emberi szükséglet. Ez nem azért van, hogy a könyvtár megéljen, vagy az kulturális intézmények legyen, amivel foglalkozzanak, hanem azért foglalkoznak ezzel a kulturális intézmények, mert alapvető emberi szükséglet. A látogató kisiskolások Pilinszky meséivel ismerkedhettek meg, s bár első olvasásra nehézkes a szöveg, figyelemmel hallgatták a mesét. Hirtelen a világosság kristály lépcsején, a ragyogás bejáratában magányos árnyék tűnt fel, és éhesen az ünnepség asztalához osont, a vendégek lábához kuporodva. Senki se törődött vele. Egyéb. Lakjék jól gondolták magukban, ha másból nem, a fény lehulló, asztal alá gurult morzsáival. De aztán, ahogy teltünk az idő, újabb árnyékok lopogottak, bújtak az aranyszín abrosz alatt. A sötétség gazdátlan ebei, szólalt meg a nagy lelkű tenger. Ma mindenki kedvére eheti, részesülhet a boldogságból, ki irigyelni tőlük a lehulló morzsát, mely akár mely után már úgyse hajol le senki. Igaz. De később egyre többen és többen jelentek meg a bejáratban, s végül elállták már a nappal kapuját. Hívatlanul. Mind számosabban vegyültek el a vendégek között, s amire azok észbe kaptak, több volt az árnyék, mint a fény. Február 25-én, csütörtökön újabb rendezvényre kerül sor a városi könyvtárban. Csütörtökön lesz 4 órától egy könyvbemutató Kolozsvári András legújabb verses kötetét, a Szarvas csoda című verses kötetet ismerhetik meg az olvasók. Bajna György és Garda Dezső fogja ezt bemutatni. Nagyon jó a kötet, itt készült. A Gyergyószentmiklóson nyomtatott verses kötetet már több településen megismerhette a műfajt kedvelő közönség. Február 25-én délután a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban is bemutatják, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak, az érvényben lévő távolságtartási szabályok betartása mellett. A Székely Nemzeti Tanács helyi szervezete a február 20-án Marosvásárhelyen megtartott elnökségi ülését követően a Marosszéki Székely Tanács közölte, lakosság egészségét óvó korlátozó intézkedésekre hivatkozva idén sem szerveznek tömegrendezvényt a Székely Szabadságnapja alkalmából Marosvásárhelyen. A megemlékezés nem marad el, szabadtéri fotókiállítással fogják felidézni a Székely Szabadságnapja Marosvásárhelyi emlékeit.
Idén sem szerveznek tömegrendezvényt a Székely Szabadság napja alkalmából Marosvásárhelyen a koronavírus járvány következtében kialakult helyzet miatt. Ezt a Maros-Széki Székely Tanács közölte a Székely Nemzeti Tanács helyi szervezete a február 20-án Marosvásárhelyen megtartott elnökségi ülését követően. A lakosság egészségét óvó korlátozó intézkedésekre hivatkozva mondták le már másodszor a hagyományossá vált megemlékezést és autonómiát követelő felvonulást. A tavalyi rendezvény is a koronavírus járvány miatt maradt el. A megemlékezés azonban nem marad el teljesen, a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben foglaltak szerint. Emlékezzünk meg arról, hogy Török János, Nagyváradi Horváth Károly és Martonosi Gálfi Mihály kivégzésének helyszínén emelt emlékmű, Jókai Mór szavait idézve a törvényes, szabad és független nemzeti állás, azaz a nemzeti önrendelkezés jelképe lett. Szabadtéri fotókiállítással fogják felidézni a Székely Szabadság napja Marosvásárhelyi emlékeit. A helyszínről és a megnyitó időpontjáról később tájékoztatnak az illetékesek. Az SNT 2013-ban a Székely Szabadság napjává nyilvánította március 10-ét. A Vértanúk Marosvásárhelyi emlékoszlopánál évről évre megemlékezést szerveztek, amely autonómiát követelő felvonulással zárult. Az elmúlt években a Marosvásárhelyi tömegrendezvénnyel egy időben több európai nagyvárosban tartottak megmozdulásokat a székelyföldi autonómia törekvések támogatására. Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta a Sportklub Csíkszereda FTC Telekom mérkőzés 8. percében történt esetet. A mérkőzés 8. percében Bece Tihamér a Sportklub Csíkszereda játékosa a botjával felütött ellenfele lábai közé. Az esetnél a korong nem volt megjátszható közelségben. Bece Tihamér a mozdulattal tudatosan és gondatlanul veszélyeztette játékos társa testi épségét. A játékvezetőknek az esetet észlelni és büntetni kellett volna nagy büntetéssel és végleges fegyelmi büntetéssel. A fegyelmi bizottság Bece Tihamért, a Sportklub Csíkszereda játékosát a sérülés veszélyes szabálytalanság miatt egy mérkőzésről eltiltja. A játékos a büntetését csapata soron következő Erste Liga mérkőzésein tölti le. Híreink végén megköszönöm nézőink figyelmét, vigyázzanak egymásra, viszontlátásra holnap!